Néhány nappal ezelőtt kezdődhettek el a munkálatok a Rakhamaszt és Tokajt összekötő hídon. Bár az eredeti tervek arról szóltak, hogy már márciusban nekiláthatnak a rekonstrukciónak, tavasztól a Tokaj és Szerencs közötti vasútvonalon is átfogó felújítás zajlott, a két beruházás kivitelezése egy időben pedig nem történhetett meg. A Tisza híd megújításának hosszú távon két fő célja van. A biztonságosabb közlekedés megteremtése mellett a turisztikai vonzerő fenntartását és javítását várja tőle a tokai önkormányzat. A fő cél a híd felújításán túl az, hogy a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárútnak a kerékpáros átvezetését is megoldják a hídon, ami azt jelenti, hogy a híd kap egy szélesítést, az északi oldalon lesz a kerékpáros átvezetés, 2 méter 70 centivel fogják megszélesíteni, és erre fog rákerülni majd a hídfőnél az átvezetésen keresztül a kerékpárút, és a déli részén pedig egy gyalogos konzol, ugyancsak 2 méter 70 centiméter a gyalogos konzollal lesz megszélesítve a híd, ezzel is biztonságosabbá teszik a átkelés vagy gyalogosok számára is, mert hogy védőkorláttal lesz ellátva mind a két átvezetés a hídon. A beruházás közel 1,5 milliárd forint értékben valósulhat majd meg a Magyar Turisztikai Ügynökség forrásából. A fejlesztések a következő egy évben 5 ütemben zajlanak, jelenleg a híd rakamazi oldalának északi részén dolgoznak a szakemberek, ez körülbelül 2 hónapot vehet igénybe. A teljes felújítás végéig folyamatosan forgalmi korlátozásokra kell számítaniuk az arra közlekedő autósoknak. Most is már félpályás útlezárás van, 2 lámpás forgalomirányítással zajlik a felújítás, mert elkezdődött. Igazából van más terv, hogyha esetleg ez a 2 lámpa nem oldja meg a gyors átközlekedést, akkor ugye van telepítve még pluszba több lámpa is. Egyelőre úgy néz ki, hogy a 2 lámpás forgalomirányítás nem okoz nagy fennakadást a hídon. Valószínűleg az iskola kezdéskor ez majd egy kicsit átalakulhat, de a beruházónak erre is van forgatókönyve, és majd akkor alkalmazkodik az akkor kialakult helyzethez. Valamilyen szinten lelassult a közlekedés, de nagyobb forgalmi dugók még nem alakultak ki. A 2017-ben megépült Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút évek óta nagy népszerűségnek örvend a biciklisták körében. Ez az út azonban csupán a rakamazi oldalon lévő teknősházig tartott, a hídon csak a járdán vagy az autók számára kijelölt helyen lehetett átkerekezni. A beruházásnak köszönhetően a jövőben a biciklisek számára is lesz elkülönített szakasz a Tisza hídon, amely csatlakozik majd a Tokaj belvárosában jelenleg is bővülő kerékpárút hálózathoz.